Üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora nemzeti ünnepünk napján, március 15-én. 175 évvel ezelőtt nyilvánították ki a márciusi ifjak 12 pontos követeléseiket. A forradalom győzelmével megszületett a modern parlamentáris Magyarország, és megkezdődött a szabadságharchoz vezető folyamat, amelynek célja a Habsburg uralom megszüntetése és a függetlenség kivívása volt. A politikai eseményekből és a szabadságharcból Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye is jelentős mértékben kivette a részét. Erről beszélgetek a következő percekben dr. Holmár Zoltán történésszel. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok, köszöntöm én is a nézőket. Kezdjük talán azzal, hogy milyen tényezők vezettek egyáltalán az 1848. március 15-i eseményekhez. 1848-49 egy olyan mérföldkő a magyar történelemben, amely ott van mindannyiunk tudatában, ott köztudatban. A hosszú 19. században vagyunk, és ezen belül is a magyar 19. században egy olyan helyet képvisel ez a két év, amelyet Tompa Mihály és a Csudák évének nevezett, hiszen egy korszak záró, korszakváltó esztendőről van szó. Gondoljuk bele magunkat abban a helyzetben, hogy egy olyan korszakban vagyunk, amikor Magyarország nemzeti szempontból nem önálló, a Habsburg Birodalom részét képezi. És már volt erre korábban is példa a magyar történelemben, hogy megpróbáltuk a Habsburg fennhatóság alól kivezetni az országot, erre volt jó példa a Rákóczi szabadságharc. Tehát ez 1848-49 szabadságharc viszont egy másik, teljesen más millióben lezajló esemény volt a magyar történelemben. A 19. század az a nacionalizmusok évszázada is volt. Ilyenkor ebben a korszakban minden egyes nép, minden egyes nemzet megpróbálta saját maga identitását megkeresni. Mindenki próbálta kidomborítani a saját kulturális jelentőségét, nemzeti jelentőségét, próbálták keresni a minél távolabbi múltban gyökerező származásokat az egyes népek, így Magyarország is. Magyarországon a reformkor korszakát éljük 1820-as évek elejétől 1848-ig, ekkor zajlanak azok a reformországgyűlések, ahol a legnagyobb politikai nagyjaink vesznek részt, állnak ki a nemzeti érdekeinkért a magyar nyelv elfogadtatásáért, amit ugye 1844-ben hivatalosan is sikerül elérni. Zajlanak a pozsonyi országgyűlések, és 1848 lesz az, amikor egy olyan fordulat következik be az európai történelemben, amikor egy forradalmi hullám söpör végig az öreg kontinensen, kezdve Párizzsal 1848 februárjában, aztán megmozdulások zajlanak az észak-itáliai városokban, amely köztudott ekkor, hogy Habsburg fennhatóság alatt állnak, Bécset, a császárvárost is utoléri március 13-án ez a forradalmi hullám, és két nappal később, március 15-én a pesti fiatalok is megmozdulnak. Azért, hogy hangjukat adják, szembeszálljanak az elnyomó hatalommal, és síkra szálljanak a polgári érdekekért, a nemzeti önrendelkezési jogokért, a szabad sajtóért, ami megtestesült a nemzeti dalért, a 12 pont kinyomtatásában is. Hogyan vettek ebben részt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, vármegyei ifjak és a vezető nemesség? Ha körültekintünk Nyíregyházán, illetve akár a megye számos nagyobb, kisebb településén, akarva akaratlanul belebotlunk egy-egy 48-as emlékhelybe, ami nagyon szép, hiszen ez is ékes példa, hogy a Kuruc vármegye, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye ápolja ezeknek a rendkívüli államférfiaknak, katonáknak, katonatiszteknek az emlékét. Gondoljunk csak bele, olyan személyekkel találkozhatunk, mint Répási Mihály, aki honvédtábornok volt, kemecsei születésű, és Kemecseváros egy szociális otthont nevezett el róla. Vagy ott van egy másik honvédtábornokunk, Csuha Antal, aki a Nagyhalászi Általános Iskolának is a névadója. Ő Péterváradnak volt a parancsnoka 1848-49-ben. Vagy említhetném még Rakovszky Sámuelt, aki a legendás 48-as szabolcsi honvédzászlójnak volt az ezredese, a parancsnoka, számos csatában kitüntette magát, őt magát ki is tüntették a katonai érdemi a második osztályával, és később ugye a Szabolcsi Honvéd Egyletnek volt az alapító vezetője és elnöke. Róla egy képet is őriz egyébként a Nyíregyházi József András Múzeum, amelyet egy régi tisztás, a Krasznai Péter, a későbbi Nyírbogdányi járás főszolgabírója adományozott még József Andrásnak, a múzeum alapítójának. Tehát belebottunk olyan nagy
történelmi személyekbe, akik nem csak a megye, de akár az országos szinten is formálták az eseményeket. Répási Mihályra visszatérve például, azon kívül, hogy Kemecsei születésű volt és tagja volt az 1840-es években a Magyar Királyi Testőrségnek, ő ott volt az első nagy győztes ütközőben, a Pákozdi csatában 1848. szeptember 29-én. A Móga János vezette honvéd sereg, amely felvonult a Jalasics által vezetett horvát, illetve szerb csapatokból álló sereggel szemben. A Mógának a balszányát vezette Répási Mihály, és a későbbi, egy hónappal későbbi sveháti ütközetben is ugyanezt a balszányát vezette, és azért különleges az ő szerepe, mert ő huszár volt. A Württemberg huszárezrednek volt a parancsnoka, és ha beleképzeljük magunkat a Pákozdi csatába is, a Jalasics féle sereg bár létszámfölényben volt, zömmel gyalogosokból állt, gyalogos horvát szerb felkelőkből, meg határőrökből állt, Répási viszont huszárokat, lovaskatonákat vezetett, és az a 600-700 huszár, amikor megjelent a Velencei tó partján, félelmetes látvány nyújtott még Jalasicsék számára is, és bár ténylegesen nem került sor a huszárok bevetésére, morális szempontból nagy hatást tudott, negatív hatást tudott kifejteni a horvát és szerb csapatok számára. Ugyanakkor a Württemberg huszárezred számunkra azért is fontos, mert a katonái, akiket verbúváltak és besoroztak ebbe az alakulatba, zömmel szabolcsi, szatmári, belegi települések szülöttei voltak ezek az emberek, tehát a szűkebb hazánkból kerültek ki. És a másik, ami még egy nagyon legendás alakulat, és már szóba említettem, és az a 48-as honvéd zászló, aminek a parancsnoka Rakovszki Sámuel volt, a gávai születésű legendás ezredes, aki Kossuthtal volt mellesleg egyidős, és ő kezdetben, ő is huszárként kezdte, de mégis a gyalogosoknál kötött ki a szabadságharcban, és ott szerzett halhatatlan érdemeket az alakulatának és a saját tisztásai körében is hatalmas népszerűségnek örvendett. Van egy festmény is, amely megörökítette az egyik rohamukat a szabolcsi honvédeknek, ez az 1849. július 2-i komáromi csata volt, amikor a monostori sáncokat beveszik, és Tammór a szabadságharc legendás festője volt az, aki megörökítette, ahogy Görgei Artúr tábornok piros mentében lovon ülve vezényli a katonákat, és ott a gyalogosok között ott látjuk Balna, K.V. Balna Attilában Rakovszki Sámuelt is, ahogy meg a saját szabolcsi katonáit vezeti a diadal felé. És egy picit visszakanyarodva, a márciusi ifjak között is voltak megyebeliek. Bizony, ha kronológiai sorrendet szigorúan veszük, akkor ugye beleugrottam a sűrűjébe, de március 15 az, ami elindítja ezt a folyamatot, forradalomként veszi kezdetét az esemény. A márciusi ifjak azok, akik ennek a mozgalomnak a fő mozgató rugói, és találunk kettő megyei származású márciusi ifjút, és az egyik közülük Vasvári Pál, aki Bütkösségben született, ez ugye a Tisza-Vasvári részét képezi. Szakmai elődöm, ha lehet így nevezni, történész volt egyébként, görögkatolikus felekezet, és Fejér Pál néven látta meg a napvilágot, aztán felvette a Vasvári nevet, és a Tisza-Vasvári is ugye ezért tisztelgett az ő személye elő, hogy belevette a település ugye az elnevezését az ő vezetékneve alapján. A másik nagymárciusi ifjú pedig Korányi Frigyes volt, aki meg inkább az orvosi pályát választotta, hiszen ő orvostanhallgató volt 1848 tavaszán, és így csatlakozott március 15-én a pesti fiatalokhoz. A szabadságharc során egyébként önkéntes nemzetőr volt, Nyíregyházi Katonakórháznak volt egyébként a vezetői tisztje, illetve a nagy 48-as honvédzászlónak volt a gyógyszertári anyagának a parancsnoka, tehát ő volt az, aki a felelőse volt ezeknek a gyógyszereknek a beszerzésének, a logisztikájának a lebonyolításában. És van még egy harmadik márciusi ifjú is, ugyan nem a megyében született, Irányi Dániel, aki később a Felvidéken volt kormánybiztosi minőségben, Kossuth Lajosnak az emigrációban odaadó híve volt, és ő viszont Nyíregyházán halt meg 1892-ben. Volt a Meskó Lászlónak, a Szabolcs-Vármegyei főispánnak egy házadós, hogy egy utca 14 szám alatt. Sokaknak úgy rémlik ez az épület, hogy egykor ott volt egy cukrászda, nem is olyan régen, és annak a falán van egy emléktábla, ami emlékeztet arra, hogy Irányi Dániel abban a házban hunyt el. Ugye az a közös benne és Meskóban, hogy mind a ketten a monarchia évtizedeiben a függetlenségi 48-as pártnak voltak a vezető személyiségei, és 1892-ben éppen, amikor a halál utolérte, akkor Meskó házában tartózkodott Irányi Dániel.
Magának Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyének volt-e valami különösebb jelentősége a szabadságharcban? Nagyobb csaták, ütközetek nem zajlottak le a megyében, Nyíregyháza is inkább átvonulási terület volt. 1648-ban tulajdonképpen Nyíregyházát már polgármester vezeti, ugye a Hadzell Márton, 1848. május-júniusában választják meg. Ugyanakkor július 5-én sor kerül az első népképviseleti országgyűlésre, ahová a nyíregyházi polgármestert delegálják, mint népképviselőt, így a megüresedett polgármesteri széket nem tudja így az ingázás közben betölteni, ezért Krajnák Jánost bízzák meg, mint helyettes polgármesterként, hogy vezesse a várost. Ugyanakkor van egy főszolgabírónk is, aki Oroson rendezkedett be, mert ott volt a lakóháza, Kállai Ubul, aki a Dadai járásnak, akkor még osztatlan Dadai járásnak volt a főszolgabírója, és közvetlen kapcsolatban állt a nyíregyházi polgármesterre, a polgármester helyettessel, illetve a főbíróval is, a logisztikáért felelt ő, és az itt állomásozó katonák átvezénylésével, bevonásával volt megbízva. És ha már Kállaiaknál tartok, két jelentős Kállait ki kell emelnem még a történetből, hiszen Kállai Ödön, aki mindenféle pozíciót betöltött a szabadságharc időszakában, volt ő nemzetőr, volt ő kormánybiztos Kossuth megbízásában Székesfehérváron, illetve Komáromban. Ugyanakkor Perce Emol tábornoknak köszönhetően 1849 nyarán még tábori térparancsnoknak is kinevezték, és ami miatt ő mégis megmaradt a helyi vonatkozású történetünkben is, az az, hogy még a szabadsághoz bukása után fogságba került, és még maga Hajnaú is halálra ítélte, de a nemzetközi nyomás hatására végül felmentették, és rendőri megfigyelés alatt, tehát házi őrizetbe helyezték. Ennek az oka az volt, hogy őt ki akarták végezni, hogy ott volt a Habsburgház trónfosztásának kikiáltásakor 1849 áprilisában, amikor Kossuth a függetlenségi nyilatkozatot ugye ismertette, és támogatta ő is Kossuthot ebben a radikális nézetében, hogy kimondták a Habsburgoknak a trónfosztását, és ezzel tulajdonképpen megpecsételte, akkor még nem tudta, hogy később fogságba fog kerülni, meg hogy véget ér a szabadságharc, és hogy fogságba kerül, de nagy szerencsére a köznyomás eredményeképpen kikerült a kötél alól is, életben maradt, de haláláig megrögzött 48-as nézeteket való politikus maradt. Ugye sok tisztelt név szerint megemlítettünk, de hát több ezer katona az, aki ebből a vármegyéből ment harcolni. Szám szerint mennyi? A források, ott ha alapul veszük, akkor 4500-5000 fő közötti honvédet, illetve nemzetőt sorolhatunk itt fel. Azért az akkori vármegyei lakosságot figyelembe veszük, hatalmas arányú véráldozat és jelentős mennyiségű katonai egységet jelentett ez. A 40... Ők zömmel önkéntesek voltak, vagy besorozták őket és vitték? Mind a kettő, ugye szép számmal jelentkeztek önkéntesek is. Ugye eleve gróf Batthyány Lajos volt az a magyar miniszterek, aki az önkéntes nemzetőrségnek a felállítását szorgalmazta még 1848. augusztusában, amikor már javában zajlottak a délvidéki harcok a szerbek ellen, és amikor már a horvátok is elkezdtek mozgódni Jalasics vezetésével, akkor ugye egyre inkább fokozták ennek a nemzetőri alakulatoknak a létrehozását, így születik meg Szabolcsban is a 48-as nemzetőr zászlóalj, amely alakulat zászlót is kap Degenfeld Imre főispán feleségétől, Beck Paulinától, ő lesz a zászló anya tulajdonképpen, aki a zászló szalagot feltűzi majd az alakulat zászlajára, és ez a zászló egyébként azért is különleges számunkra, mert mind a mai napig megvan a József András Múzeum gyűjteményében. Ennek a szalagnak a felirata pedig úgy szólt, hogy győzni vagy halni Szabolcs a hazáért 1846. szeptember, és ez a nemzetőr alakulat lesz később honvéd zászlóalj, aminek a parancsnoka később Rakovszky Sámuel. És miután Rakovszky és a szabolcsi honvédek a Komáromnál, ugye a kapitulának 49. szeptember végén, le kellett volna adni ezt a honvédzászlót, ami az alakulat szimbóluma volt, jelképe, ő azonban a derekára csavarta, a ruhája alá, és kimentette, haza szökött vele Nyírbaktára, és hazavitte a zászlóanyához, és ott rejtegették 1861-ig, amíg létre nem jött a szabolcsi honvéd egylet, aztán utána az egylet használt ezt a zászlót különböző nemzeti ünnepségeken, temetéseken, úgyhogy kicsit megviselve került a múzeumnak a gyűjteményébe ez a darab. Ebből a 4500-5000 megyebeli katonából hányan jöttek haza? Nehéz megállapítani. Van egy honvédelmi minisztérium által koordinált weboldal,
illetve hadiségondozás is részt vesz benne. Ez a Katona Hőseink című weboldal, amely elkezdte számszerűsíteni, illetve számba venni a magyarországi vonatkozású konfliktusoknak, első, másik világháború többek között az elesett katonait, és már ott látni egy új menüpontot is, a 48-49 szabadságharcot. Ennek a feldolgozása folyamatban van. Nagyon régmúlt eseményeiről beszélünk, hiszen több mint 170 év telt el, nehéz feltárni azt, hogy pontosan szám szerint hányan halhattak meg. Mondok egy példát, ugye van Nyíregyházán az északi temetőben egy 48-as sírkertünk. Ott többek között két polgármesternek a sírja is látható, Krasznai Gábor, illetve Krajnák János is, de számos honvéd tiszt, nemzetőr tiszt, illetve egyszerű honvédnak a sírja is megtalálható, és van köztük egy olyan Szokol János, aki mindössze 20 évesen a szabadságharc utolsó végnapjaiban halt meg. 19 éves csizmadiamesterként besorozták, aztán ennyi jutott neki sajnos a földi életből. Ő az egyetlen a sírkertben, aki a szabadságharc alatt halt meg, a többiek ugye túlélték. Szép számmal élték túl egyébként, hál' Istennek, a szabadságharcot, de sokan az életüket is adták érte. Nyilván akik életben maradtak, azok meg igyekeztek az elhunytakat, a hősi halottaknak az emlékét ápolni, ezért jöttek létre ezek a honvédegyletek is, itt Szabolcsban is, a Szabolcsi Honvédegylet, illetve bevonták azokat az egykori 48-as honvédeket és tiszteket, akik részt vettek aktívan a szabadságharcban. Holmár Zoltán úr, köszönjük szépen, hogy mindezeket elmondta nekünk. Köszönöm és beszámolt ezeket. Műsorunk második felében egy fontos egészségügyi témával foglalkozunk. Március 1-től 30 napja van az orvosoknak, hogy eldöntsék, továbbra is a Magyar Orvosi Kamara tagjai akarnak-e lenni. Aki nem gyújtja be erről az írásos nyilatkozatát, annak tagsága automatikusan törlődni fog. A MOK-ról kivételes eljárásban döntött a parlament. Az új jogszabály szerint már kamarai tagság nélkül is végezhető egészségügyi tevékenység, az etikai eljárások pedig az egészségügyi tudományos tanácshoz kerültek. A részletekről Sós Zoltán, az Orvosi Kamara vármegyei elnöke beszélt hosszabban kameránk előtt. Február 4-én volt a kamarának az országos küldőgyűlése. Az országos küldőgyűlés a kamarának a legfőbb döntéshozó szerve. Nagyon sok változás történt az egészségügyi ellátórendszert illetően, és év végén ezzel kapcsolatos rendeletek jöttek ki, amelyekkel kapcsolatban komoly visszajelzéseket adott a kamara is, és a kollégák részéről is, és más házasi szervezetek részéről is nagyon sok kritika érte ezt a rendeletet. És ennek ellenére sok változás nem volt a rendelet korábbi tervezet, megismert tervezetéhez képest a végső szövegben. Egy picit erőltetettnek érezzük, és gyorsnak az átalakulásnak a sebességét. Alapvető célokkal azonosulni tudunk, és egyetértünk abban, hogy a alapellátásban és a fekvőbeteg, járóbeteg ellátásban is a minőségi munka értékelésének meg kell történni, és a minőségi munka, minőségibb munkának meg kell jelenni mind a házas finanszírozásában, mind pedig a kollégának a bérezésében. De míg a járóbeteg és a fekvőbeteg ellátásban is kialakítottak egy úgynevezett indikátorrendszert, most már ezt is megtanulják a betegek, sok szó esik ugyanis róla, a fekvő és járóbetegben lévő indikátorok, kórházi kollégákról beszélünk, azok az indikátorok, amiket kapott a kamara, azok annyira gyenge indikátorok voltak, hogy nehezen lehetett egyáltalán minősíteni. Nem voltak alkalmasak a minőségi munka végzés elbírálására, míg a háziorvosi rendszeren belül szintén van egy úgynevezett indikátorrendszer, ez korábban is volt. Ott viszont annyi történt, hogy a finanszírozásban van nagyon komoly változás. Eddig ugyanis a házasok azért, mert adott településen láttak el feladatot, vállalták ezt az úgynevezett feladat ellátást, területi ellátási kötelezettséget, egész pontosan ez a hivatalos megnevezés ennek. Ezért egy úgynevezett területi és fix díjra voltak jogosultak. Ez a területi és fix díj, ez attól függően, hogy mondjuk falun, vagy van külterülete a kollégának, vagy több rendelőben rende, vagy több faluban van ez az adott praxis ellátási területe, ettől függően változott és növekedett értelmeszerűen, ahogy a feladat is nehezebb volt. De ezt a területi és fix díjat döntött úgy a döntéshozó, hogy kivezeti, és a korábban is meglévő indikátorokra jutó finanszírozáshoz hozzácsapja.
Ezt, hogyha elkezdjük összeszámolni azt, hogy az indikátorrendszerben mennyi volt a finanszírozás, mennyi volt a terület és mennyi a fix díj, ez egy falusi, vidéki kis településen lévő és több falut is ellátó praxis esetében akár 4-500 forintot is jelent egy hónapban. Ez egy elég komoly összeg, csak hogy érzékeltessem, hogy ez mennyit jelent. A bér támogatáson kívüli praxis finanszírozási összegnek ez az egy harmadát jelenti. És az igaz a kormányzat részéről, hogy nem történt forráskivonás, mert nem kap kevesebbet a háziorvosi rendszer finanszírozásban, mint eddig, csak ezzel az átrendezéssel az a félő, hogy mindenki, csak hogy egyszerűvé tegyem a dolgot, mindenki mondjuk mínusz 400 ezer forintról, vagy 300-ról, 350 forintról egy városi praxis, és ezek az indikátorok, amelyeket vizsgál a finanszírozó, ezek most nagyobb arányt képviselnek a finanszírozásban, és ezekből az indikátorokból kellene visszatermelni ezt a finanszírozási összeget, ami elvételre került tulajdonképpen. És ennek lesznek nyilván nyertesei, lesznek, akiknek az indikátorai jól alakulnak, és ezért többletfinanszírozást fognak realizálni, de lesznek vesztesei, akiknek a finanszírozása miatt kevesebb lesz. És az a félő, hogy ez a finanszírozás változás, ez pont azokat a praxisokat fogja negatívan érinteni, akiket egyébként is hátrányosabb helyzetűek. Miért gondolom ezt? Az indikátorokkal egyrészt az a probléma, hogy olyan elemeket vizsgál a finanszírozó, a NEAG, amelyeket ugyan a házas tevékenységétől függ, de nagyon komolyan befolyásolja azt, hogy milyen a betegnek az együttműködési készsége. Az, hogy hajlandó-e fölvenni az influenza hatást, az, hogy elmegy arra emlőszűrő vizsgálatra, amire megkapja a behívóját, hogy egyébként cukorbetegként diagnosztizáltuk, elkezdünk neki gyógyszert adni, kiváltja egy gyógyszerét, elmegy azokra a laborvizsgálatokra, amiket előír a finanszírozó, hogy a cukorbetegeket negyed évente erre el kell küldeni. Szóval én erre elküldöm a betegeimet, hiszen a megfelelő gondozást megadom, de ahhoz a beteg is kell, hogy el is menjen erre a laborvizsgálatra. Egyrészt ez a probléma vele, hogy nem a háziorvos tevékenységét vizsgálja csak, hanem a beteg együttműködés is befolyásolja ezeket a pontokat. A másik pedig az, hogy ahhoz, hogy ezeket teljesíteni lehessen, ahhoz el kell jutni a laborba, el kell jutni a szakrendelésre, mert meg kell érteni azt, hogy ez a szűrővizsgálat, ez fontos. És azt gondoljuk, hogy egy falusi lakosság, egy botpaládi lakos, vagy egy szakói lakos, az annak a hozzáférése a laborvizsgálatokhoz, a szakrendelésre, hogy el tudjon jutni, meg egyáltalán az egészségértése egy falusi lakosságnak az gyengébb, mint mondjuk egy városi edukáltabb lakosságnak. Nehezebben értik meg, hogy az influenza oltás miért fontos, nehezebben jutnak el szűrővizsgálatokra, vagy egyáltalán megértik ennek a szükségességét. Tehát az a kollega, aki egy ilyen praxisban dolgozik, és egyébként is egy nehezebb tevékenységet folytat a faluban, az a kollega az hátrányos helyzetbe kerül a megítélésünk szerint az indikátor finanszírozás miatt, és félő, hogy ő neki mondjuk mínusz 2-300 ezer forintos finanszírozás csökkenése lesz emiatt az átrendezés miatt. És az is igaz, hogy az indikátorrendszer átrendezése pont a nagyobb praxisokat sújtja, hiszen itt ilyen arányszámokat vizsgálunk. Az én praxisomon belül az influenzával átoltottak, az aránya változik-e, és hogy kedvező irányba változik-e. Valakinek van egy nagy 2000 fölötti praxis, a 2500-as praxisok, ezek nem ritkák a megyében, akkor azokhoz képest, akiknek csak egy pici kisebb, 1200-1500 fős praxisa van, azokhoz képest, csak hogy érzéketessük, ha én rábeszélek egy beteget arra, hogy vegye fel az influenza oltást, az én 2200-as praxisom van, és egy másik kollega, akinek egy 1200-as praxisa van, ő is rábeszél, akkor az arányok egészen máshogy alakulnak. Én nekem kétszer annyit kell szinte rábeszélni, hogy az influenza oltást fölvegye, vagy hogy elmenjen szűrővizsgálatra, mint a másik kollégának. Ez nincsen így rendben, ez mindenképpen felülvizsgálatot igényel. A lényeg, hogy igazából ez az alapvető probléma, és ebben a államtitkárság részéről nem volt túl nagy fogadókészség, hogy ezeket beszéljünk, vagy ezeknek a bevezetése azért ne ilyen rapid jelleg, hanem inkább egy ilyen teszt időszakot illetően követően történjen. Az volt a javaslatunk, hogy egy fél éves tesztidőszakot adjunk minden hónapban a kollégáknak visszajelzést, hogy alakul az indikátora,
hogy alakulna a finanszírozása, hogyha ez mostantól élő lenne, és ez megfelelő időt ad a rákészülésre a kollégáknak ahhoz, hogy mondjuk július 1-től már ez szerint a rendszer szerint történjen a finanszírozás. Erre nem annyira volt fogadókészség, és a tárgyalások már csak ilyen kínálkoztatásokká kezdtek alakulni a kamara és az államtitkárság között. És úgy döntött a küldött gyűlés, a kamarának a legfőbb döntéshozó szerve, hogy nyomásgyakorlásként, hogy a feleket újra tárgyalóasztalhoz ültessük, és hogy ezekben a kérdésekben, amik fontosak, mind az alapellátásban, amiről említést tettem az imént, mint pedig a járóbeteg és szakellátásban, ott pedig ez a mínusz 20%-os fizetés csökkentési lehetőség, meg ezek az indikátor elemek okoznak problémák. Szóval, hogy ezekkel kapcsolatban beszéljünk, tárgyaljunk, és egy felhatalmazást adott az elnökségnek arra, hogy nyomásgyakorlásként kezdje el a járóbeteg és fekvőbeteg ellátásban az önkéntes túlmunkás szerződések felmondásának a propagálását és gyűjtését a kollégák részéről. Csak hogy értse mindenki, ez igazából az ügyeletekről szól, hiszen minden, ahhoz, hogy az ügyeletek tudjanak működni a kórházban, ahhoz a kollégáknak a heti 40 órán felül további órákat kell vállalni, ennek egy része kötelezhető, egy részre kötelezhető, más részre viszont önként vállalt túlmunka egy szerződésben, hogy ezeket mondják fel, illetve az alapellátásban pedig kézenfekvőnek tűnt, hogy az induló ügyeleti rendszerrel kapcsolatban gyakoroljunk nyomást, hogy ügyeleti szerződéseket ne írják alá kollégák, hiszen ez most, ahogy beszéltem az elején is róla, önkéntesen vállalták a háziorvosok. Fontos azt hangsúlyozni, hogy ez nem azt jelenti, hogy az ügyeletet ne vállalják, hiszen az kézenfekvő és nyilvánvaló, hogy a háziorvosi ügyeletben a háziorvosoknak kell részt venni. És ahogy ezek elhárulnak, a finanszírozási kérdések, illetve ezek a problémák elhárulnak, és a kollégák számára megnyugtatóan rendeződnek, a háziorvosok azok részt is fognak venni többségében a háziorvosi ügyeletben, de nyomásgyakorlási eszközként a kamara küldőgyűlése úgy döntött, hogy ezt kéri a kollégáktól, hogy ne írják alá az ügyeleti szerződés az OMSZ-al, illetve van ez a feladatellátási szerződésünk az önkormányzattal, ezeket pedig felmondását, ezeket helyezzük letétbe, egy nyilatkozatot tegyünk erről. És hát ez a döntés, az a küldőgyűlésnek ez a döntése, olyan helyzetet teremtett, hogy nagyon alacsony volt a részvétel a szerződők aránya, mint Győr-Moson-Sopron megyében, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és a döntéshozó úgy döntött, hogy a kamara az, ami nyomást gyakorol a kollégákra, és a kamara nyomást gyakorlása az, ami a kollégákat arra sarkalja, hogy ne írják alá az ügyeleti szerződéseket. Szerintem ez nem így van, hiszen a kollégák saját jól felfogott érdekükből igyekeznek a kamara révén nyomást gyakorolni a döntéshozóra. És egyébként jól mutatja a hajdúbihari ügyeletnek a kérdése is, hiszen Hajdúbiharban ugye már a korábbi másfél éves pilotot követően február 1-től elindult élesben ez a modell orvosokkal, ugye, mert korábban a pilotban nem vettek részt orvosok. Ennek ilyen egyszerűen kellett volna működni egyik napról a másikra, átalakulni. Február 1-én indult az a működési modellváltás Hajdúban. Ehhez ugye már alá kellett írni a szerződéseket jóval korábban, január során a kollégáknak, tehát sehol nem volt még a kamarának az a döntése, a küldőgyűlésnek az a döntése, az a február 4-i döntés. Ennek ellenére lett az az eredmény, hogy a 250-60 körüli hajdúbihari háziorvos közül csak 50 valahány írta alá önkéntesen ezt a szerződést. Tehát nem azért nem írja alá a háziorvos, mert hogy a kamara nyomást gyakorol, az én megítélésem szerint, bár nyilvánvalóan növelte azoknak a számát, akik nem írták alá, hanem egész egyszerűen bizonytalannak látják a kollégák a háziorvosi finanszírozásnak a jövőjét. És még egy dolgot hadd említsek meg, ugye a háziorvosok esetében nagyon fontos problémát jelent a rezsi költségeknek a megnövekedése is. Még a kórházi kollégákat ez nem érinti, őket nem kérik arra, hogy legyenek olyan kedvesek, a bérükből adjanak be a hó elején 10-20 ezer forintot a gázszámlába. A háziorvosoknál az a helyzet, hogy a háziorvosi finanszírozás zárt kasszából történik, nem nincsen ennek ellentételezése, hogy a rezsiköltségeink drasztikusan és drámaian megnövekedtek. A háziorvos ugye vállalkozó,
cégként látja el többségében a háziorvosi tevékenységet, ezért ránk hárul a rezsi, megnövekedett rezsi költségeknek a ellensúlyozása, ellentételezése. Ezzel kapcsolatban minden kollega megpróbál segítséget kérni az önkormányzatától, hiszen az önkormányzati törvény alapján az önkormányzatoknak a törvényi kötelezettsége az alapellátás működő képességének a biztosítása, de mindegyik önkormányzat tehetségéhez, lehetőségéhez mérten vagy segít, vagy nem segít. Az önkormányzatok sincsenek eleresztve sajnos anyagilag az utóbbi időben. Ezért én azt gondolom, hogy ennek a megoldására is valamilyen országos dolog kellene, vagy valami országos döntés. És hogyha összerakjuk azt a képet, hogy a vidéki kollega mondjuk elszenved egy 200-300 000 forintos finanszírozás csökkenést az indikátorrendszer átalakítása miatt, és a rezsie megnövekedett 100-150 000 forint a havonta, mert ilyenre van példa, akkor rögtön azt látjuk, hogy 500 000 forintról beszélünk, ami bizony egy-egy praxis esetében a működőképesség, működésképtelenség határára sodorja az adott praxist. És kinek az érdeke? Senkinek nem érdeke az, hogy az adott településen azért ne tudjunk házi szolgáltatást nyújtani, mert működésképtelenné vált az a vállalkozás, ami ezt a szolgáltatást eddig nyújtotta. Ezért kértük azt, hogy mind a finanszírozási változásokat illetően, mind pedig a rezsikérdést illetően üljünk le, és találjunk erre megoldást közösen a kormányzattal. Hát erre azt remélem, hogy lesz azért megoldás ettől függetlenül is, bár a döntés az az volt, hogy akkor a kamara nyomásgyakorlása miatt vegyük el a kamarától ezt a lehetőséget, hogy akkor ő nem kötelező kamarai tagnak lenni. Azért az a helyzet, hogy eltelt még egy hét sem a törvényjavaslat elfogadását követően, ami ugye azt eredményezte, hogy a kamara önkéntesen lehet a kamarának a tagjává válni. De annyira komoly támogatást látunk a kollégák részéről, hogy még egy hét sem telt el, de már 15 000 orvos jelentkezett vissza a kamarába, hiszen ugye most nyilatkoznunk kell arról, hogy továbbra is kamarai tagok szeretnénk lenni. Volt már erre példa 2006-ban a korábbi kormány döntött ugyanígy egy nagy egészségügyi átalakítást követően, hogy a kamara az, ami a kerékkötője ennek a egészségügyi átalakítása folyamatnak, és akkor szintén az volt a döntés, hogy az önkéntessé alakították a kamarai részvételt, akkor is nagyjából 80%-a megmaradtak a kollégáknak a kamara keretein belül, most is erre számítunk, és a kamara továbbra is megmarad, mint az orvosok egyik legfőbb érdekképviseleti szervezete. Továbbra is fogunk szakmai javaslatokat adni, igyekszünk tárgyalni és tárgyalási pozícióban maradni, kerülni a kormányzattal. Bízunk abban, hogy a szakmai javaslatainkat eddig is a javaslatok többsége szakmai alapon nyugvó volt, és bár sokszor vádolták a kollégát politikai színezettel, nagyon határozottan az a célja a jelenlegi elnökségnek, hogy ettől távol tartsa magát. Én abban bízok, és biztos vagyok benne, hogy a kamara további működése során is elsősorban szakmapolitikai törekvéseket fog megfogalmazni, és bízunk benne, hogy lesz fogadókészség a kormányzat részéről erre. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Legközelebb új műsorral jövő hét hétfőn jelentkezünk. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!